Ünnepélyes keretek között avatták újjá a főváros 8. kerületében álló császári és királyi 32. gyalogezred emlékművét. A felújított emlékmű átadásán beszédet mondott Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, és Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere. Varga Tamás beszédében emlékeztetett. A 32-esek a 19. század végéig 14 háborúban, 135 csatában, ütközetben, ostromokban és várvédelemben küzdöttek. A 32-esek, akik előtt most fejet hajtunk, hazánk haladásának ügyét szolgálva életüket adták hazájukért, jövőbe vetett hitükért, ezért szellemi és lelki hagyományaik őrzése és ápolása a mi felelősségünk is. Kocsis Máté azt mondta, az utókort minden esetben minősíti, hogy miként bánik az emlékművekkel. Mi a Honvédelmi Minisztériummal karöltve úgy is tisztelgünk a 32-es gyalogezred előtt, hogy emlékművüket felújítottuk, annak környezetét rendbe raktuk. Hiszen ez az ezred nem csak a pozsonyi diétán Mária Teréziának felajánlott 11 új huszár és 6 új magyar gyalogezred egyike volt, hanem 1873-tól Budapest házi ezrede is.